a magyarnak. Nem hanéki cipelő, bőrnadrágot hagytak, de sarkantyús csizmának, búcsak hollas fővel, illik rongyos pártával, magyar főkötővel. Hey! Egész napos szikrázó napsütéssel ünnepelte az időjárás február 1-én az idei derecskei disznótor és téli vásár eseményeit. A rendezvényre kilátogató nagyszámú érdeklődőt szinte felsorolhatatlanul sok színes program hívogatta, a székelykeresztúri vendégek erdélyi hagyományokat megidéző disznószúrásától, a mohácsi busók látványos megmozdulásaitól kísérve egészen a derecskei disznótort záró hangulatos eredményhirdetésekig. Úgy látom, a pálinkás borrak és a pogácsás kosarak már várják mindazokat, akik szeretnék a disznótort első pillanatát, első perceit, a szúrás pillanatait látni. Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget, aki közel áll hozzánk, aki pedig még úgy érzi, hogy távol akar, az azonnal indítsa meg a lábait erre felé. Mindannyiukat tehát nagy szeretettel várjuk ide. A sárga műanyag szalaggal körbekerített terület lesz az a traktor mellett, ahol a szúrás megtörténik. Fogadják tehát szeretettel, jó szívvel és érdeklődéssel a 12. derecskei disznótor első és legfontosabb cselekményét, azaz, ami disznót utolsó útját kísérni kell, tehát, hölgyeim és uraim, muzsikál a Bakator zenekar. Hajdúnánás barátai, Vácsáros Tanény, Ér Mihály Kajnás. A színpadon elsősorban zenekarokat hallhatunk, mint ahogy ezt most is a fülükön érzik, hiszen a Bakator zenekar országos Kárpát-medencéi és világhírű zenészei mulattatnak bennünket és múlatják az időt ezen a szép napsütéses reggelen. De itt lesznek velünk a színpadon majd a meghívott vendégeink, közöttük örömmel köszöntöm majd László Attilát, a 12-13-as csillag születik győztesét, és itt lesz velünk Fodor Zsóka is, nem is kell bemutatnom, a Barátok közt egyik híres főszereplő érdekes. Mi eddig is falusi tanítókat köszönteni, cselekedetükért, kántálásukért. Ez az, amit nem érhetett.
tovább, mert hogy Berecskére kéne menni. Mert ott narkít a 12. viszonodai. Hát én már noha üssetlen buszkolódott, én vagy amikor előkkal megzavarja őket. Én már tartom szépják a hangszereket, a szolgivárikat. Míg a ünnepés megint a várunk. Után pedig egy igazi kuriózum, nagyon szépen köszönöm. Úszkor, a Mohácsi csapata kezdettek hozzánk, megelőzve illet a Farsak parkán, azon a színén februárban elég különbözik egy az ötletlenek Mohácsi utoljárás. Annak táncolja ki magát utoljára. Jó egyfány! Azért varták a csizmát, hogy táncoljunk benne, a rongyos is, foltos is, illik a tánc benne. A Mohácsi utoljárásnak az aktív közösségét, és jól nézzünk már a várányában készített viteletített ruhájukat, melyet a Boston egészítő rámaradhatatlan szereplőkkel, és a nyárfából készült állatokkal, melyet írka bőrrel vonnak be, és állatbőrmányokat szeretem őkre, írjelek tehát mindenki a saját vértukorkára is. A felvonuló Mohácsi sokanakú, a szóvivőjükben az idején hozzám, ha nincs, akkor pedig tegyék a dolgukat ott a tömegben. Nagy hagyományokkal rendelkező Mohácsi utójárásnak fogják bemutatni egy-két városi jelenetét. Ecetég a lámpában, a becsoli csátában, ecetég a lámpában. Jaj, de homályosan ég, annál mulat a vendég. A legények berúgtak, hazamenni nem tudnak.
jaj, de homályosan ég, annál mulat a vendég. A legények elbuktak haza menni nem tudnak. Érik a szőlő, hajlik a vesző, bodor a levele, két szegény megint szántani benne, de nincsen kenyere. Két szegény megint szántani benne, de nincsen kenyere. Van veres hagyma a tarisznyába, keserű magába, szól a legénynek, sej a szegénynek, de kevés vacsora. Szól a legénynek, sej a szegénynek, de kevés vacsora. Huncut a gazda, nem néz a napra, csak a szép asszonyra. Huncut a vendég, mert mindig innék, ha volna, ha volna. Huncut a vendég, mert mindig innék, ha volna, ha volna. Alatt a szóvivő azért kérte a mikrofont a orcája elé, hogy megértesse kedves minnyájukkal, hogy bizony illik ide fáradniuk a színpad előtti térbe, ahol a korábban 9 órára hirdetett a megnyitó immár néhány másodperc múlva valósággá válik. Tisztelt vendégeink, kihasználva ezt a soha vissza nem térő alkalmat, megkérem a mohácsi busókat, hogy kereplő szóval indítsák el a megnyitó ünnepség első néhány másodpercét, akár most is. A kolombok is szólhatnak. Isten éltesse a markotokat, köszönjük szépen. Kedves barátaim, ma ünnepet ülünk. Látjátok, ahhoz íme már készülünk.
Derék, fiúk, s leányok vagytok, mind ügyesek, szépek. Figyeljetek reám, én valamit kérek. Derecske városában ma nagy ünnepség lészen, gazduram is ebből igen sok részt vészen, de a segítségetekre nagy szükség lészen. Aki a legtöbbet eszik a mai napon, meg fogom dicsérni. Aki túltölt a garaton, megszégyeníteni. Talpra hát barátim, s vélem járjatok, addig is legyen az Isten oltalmatok. Így szólt valaha a vőfély a nász népéhez, és így fordítottam ezt most át a derecskei disznótor nyitó ünnepségének első másodperceiben. Bisten Attila köszöntötte önöket a vendéglátók nevében is. Nagy szeretettel is elsőként köszöntöm Fodor Zsóka művésznőt, Békés Csabáról, Pécsről, Budapestről, ahonnan szeretné, aki a mai nap elnök asszonya, védnöke, háziasszonya, kinek mi tetszik, Isten éltesse, és örülünk, hogy körünkben köszönhetünk. És ha a hölgyekkel folytatjuk, akkor a polgármester asszonyt, Ács Mónikát köszöntjük, a legszebbet a VIP vendégek körében. Szeretettel köszöntjük sorainkban dr. Pajna Zoltán elnök urat, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnökét. Hasonlóképpen én doktori címet is adományoztam hirtelen neki, ezzel is motiválva arra, hogy ezt megszerezze. Halász János urat köszöntjük, országgyűlési képviselőnket. Boldogok vagyunk, hogy soraink között köszöntetjük. Balázs Ákos Debrecen város alpolgármesterét, nem különben. Sorainkban köszöntetjük Raffai Emilt, a díszvendégünk, Székely Keresztúr polgármesterét. És végül, de nem utolsó sorban, akit egyben a mikrofonhoz is szólítok, Bordán Szabolcsot, Derecskeváros polgármesterét kérem, hogy emelje a mai ünnepség színvonalát megnyitó beszédével. Nehéz lesz így hozzákezdeni ilyen felkonferálás után, én ilyen szép szavakat nem tudok mondani, de szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mai nap folyamán mindenkit. Immáron 12. alkalommal rendezzük meg a disznótoros versenyünket, amihez hozzá csatlakozott 4 éve a Hajdú-Bihar megyei téli vásár. 2016-ban alakult meg Derecskén, és erre büszkék is vagyunk. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak közöttünk. Bízom benne, hogy az első pálinkát már mindenki elfogyasztotta, és ígérem, hogy köszöntöm, mert nem húzom túlságosan sokáig, hogy a másodikat akár közösen is meg tudjuk majd inni. Bízom benne, hogy így is lesz. Nagyon nagy örömömre szolgál az is, hogy határon túl is itt vannak a testvéreink, hisz 2020 a nemzeti összetartozás éve. És mi nem csak hirdetjük, így is érezzük ezt. És ígérem, ez az év arról fog szólni, hogy a cselekedetünkkel is megbizonyítsuk ezt mindenki számára. Gyermekkoromat felidézve, disznótoroskok kapcsán hajnalban elkezdtük a dolgot, és este 10 után töltöttük meg azt a kolbászt. Ennek 2 oka volt. Az egyik az, mert ez mindig egy ünnep volt. Hisz a család együtt volt, egy picit lassítottak a tempón, és egymással foglalkoztak. Én arra kérek mindenkit, hogy ma is így tegyünk. Bízom benne, hogy így is lesz. Technikai szünet megtörtént. Bízom benne, hogy ez így is lesz egyébként. És a másik része az, hogy miért tartott olyan hosszú ideig egy disznótól, hisz az elfogyasztott pálinka mennyiség, ami meghatározta azt, hogy hány ember hullik ki napközben. Én bízom benne, hogy mai nap folyamán sokan nem fognak este előtt elaludni, és ezért a felelősségteljes pálinka fogyasztásra hívnám fel a figyelmet. És ahogy említettem, a köszöntőmet nem akarom sokáig húzni, ezért köszöntök mindenkit, és nagyon nagy szeretettel vártuk önöket. Bízunk benne, hogy jól fogják érezni magukat, jó szórakozást kívánunk, és induljon a verseny. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindannyiunk nevében köszönöm polgármester úr veretes szavait, és egyben szeretném felkérni kollégáját Székelyföldről, Raffai Emil urat, hogy köszöntse a jelenlévőket, egy kis havat a hargitáról. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Elsősorban tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt megyei elnök úr, Debrecen képviselői és kedves derecskei barátaink, köszönjük a meghívást. Ennek a meghívásnak személy szerint több mint 10 éve, évről évre én is eleget teszek, és nagy örömmel jövök mindig Derecskére. Minden van, ami a szervezőktől tellett, úgy látjuk, és nagy megtiszteltetés az is, hogy azt az egy élő disznót, amelyet itt fel kellett áldozni a
A rendezvényen azt az a megtiszteltetés ért, hogy mi kellett, bemutassuk a feldolgozását, megszúrását, megpucolását és feldarabolását, illetve az elkészítését a hagyományos ételeknek. Havat azt nem hoztunk, az sajnos nem tőlünk függ a hónak a dolga, ott sincs nálunk hó, a Hargitán is csak kevés van, és úgy látom, hogy itt az Alföldön sincs. De attól mi jól érezzük itt derecskén magunkat, ha van hó, ha nincs hó, és reméljük, hogy úgy, ahogy a polgármester úr mondta, egy pohár pálinka mellett tudunk beszélgetni a hétköznapi dolgainkról is, és meg vagyok győződve, hogy az a pohár pálinka elégséges lesz ahhoz is, hogy mindent valami támad. A disznót, a sertéspeszt is, az embert a kínai vírus. Ez a pálinka, a derecskei pálinka az elégséges lesz ahhoz, hogy megvédjük magunkat az ilyen idegen behatásoktól, és jól érezzük magunkat. Kívánok mindenkinek egy szép napot, és jövő héten a Székelykeresztúri disznóvágó versenyre várjuk ugyanolyan nagy szeretettel a derecskei csapatot, mint ahogy ők fogadtak, ha nem jön közbe a sertéspest is. Kellemes időtöltés! Mi semmilyen járványtól nem félünk, amíg jó pálinka van derecskén. Jöhet az Kínából, jöhet az bárhonnan, semmi félelem érzet bennünk nincsen. Polgármester úr bizonyára megengedi nekem azt a kis viccet, amikor azt mondja a székely ember, ugye, hogy a sör nem ital, az asszony nem ember, a medve nem játék, a derecskei disznótor pedig nem véletlen és nem akármi. Én már ezt én tettem hozzá, és remélem, hogy mindannyian így élik majd meg ezt a szép napot. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megnyitó beszédeket polgármester uraknak, illetve mindazoknak, akik megjelenésükkel is emelték a napfényét, mint ahogy ez megteszi az égi test is mindannyiunk, a bolygónknak a melegítője, amely ilyen szépen ránk ragyogott a mai napon. Kívánom, hogy mindannyian érezzék jól magukat ezen a hagyományos találkozón, hiszen ennek, mint családi ünnep is, ez volt a legfontosabb ereje. Együtt volt a család, apraja, nagyja, a szomszédok, mindannyian együtt örültek annak, hogy a disznótor megadta a következő napok, hetek, hónapoknak az élelmét, és egyben farsang idejében pedig megadta nekünk a lehetőséget arra, hogy várjuk a tavasz éltető melegét, megújulását a természetnek, a fiataloknak, a fiúknak, a lányoknak, mint ahogy a mai nap egyben a gyertyaszentelő boldog asszony napja is, amikor 40 nappal a kicsi Jézus születése után Mária megmutatta a kisdedet mindannyiunknak, és így a Kárpát-medence minden templomában ma is gyertyát gyújtottak ezen jeles alkalommal. Számtalan szép keresztény ünnepi esemény, illetve társadalmi esemény az, amely erősíti bennünk a tudatot, hagyományainknak a tiszteletét, mert a mai Európában erre óriási szükség van. Legyenek önök, legyetek ti azok, akik ezt tovább éltetitek itt derecskén. Megköszönve kedves a vendégeink jelenlétét, kívánom nekik is, hogy érezzék jól magukat vendéglátóink körében, és egyben átadom a terepet a drága Mohácsról érkezett busóinknak, a Botos Busó csapatnak. Jelezték, hogy szavakba ők nem szeretnék önteni munkájukat, tevékenységüket, de annál inkább a busó hagyományba. Bevezetőmben már elmondtam ennek a szokásnak a legfontosabb elemeit, önöknek is nyilván tudni illik, hogy 20-ától 25-ig ebben a hónapban Mohácson kezdődik majd a hagyományos busójárás, amely az UNESCO világörökségének része, és ami talán a legfontosabb ebben, hogy soha nem engedte a mohácsi busócsapatok köre azt, hogy az a révülés, az a varázslás, amely része és a legfontosabb eleme a mohácsi busójárásnak, maga a turizmus ezt valahol feloldja. A kettőt együtt vezérelik úgy, hogy mindenki érzi ennek a szakralitását, a megismételhetetlen 4-5 napját, de mégis immáron több tízezer embernek válik felemelő és megismételhetetlen élményévé. Nekünk először itt derecskén nagy szeretettel és örömmel várunk benneteket, és várjuk mindazt, amit ebből a csodálatos farsangi szokásból most bemutattok nekünk. A színen, tehát a színpad előtti térben a mohácsi Botos busócsoport.
nem mindig ihat. Kálló Citera zenekar. A műsorukról hamarosan mindjárt lapozok, és már is elmondom önöknek, hogy mi lesz az. Addig gyantáznak a fiúk, bár ez nyilván csak átvitt értelemben, hiszen a Citerát gyantázni legfeljebb a nyelőcsöveken keresztül lehet, azt pedig remélhetőleg megtették az urak. Fogadják szeretettel tehát a Dereskei Kék Kálló Citera zenekar műsorát. Sad, 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 sad
fékezed, mert én téged oly igazán szeretlek. Jártam hozzád sok esőben, nagy sárban, most már látod, babám, fáradtságom hiába. Jártam hozzád sok esőben, nagy sárban, most már látod, babám, fáradtságom hiába. Szállunk a legkisebb.
szereti és már a puszába halad. A puszába magam járok egyedül, rajtam még a jó és nem sem. A puszába magam járok egyedül, rajtam még a jó és nem sem. Thank you.
megdöglött a bíró lova, megnyúzta a bíró maga. Becsali csádába, ecet ég a lámpában. A becsali csádába, ecet ég a lámpában. Jaj, de homályosan ég, annál mulat a vendég. A legények berúgtak, haza menni nem tudnak. Jaj, de homályosan ég, három betyár a vendég. A becsali csádában ecet ég a lámpában. Óvatosan benyúlsz, és megsimogatod. Óvatosan, ki ne ugorja. Úgy, ügyes vagy. Azt is. Igen. Hát, de úgy kézből nem biztos, hogy enni fognak. Simogatod? Szépen, meg tudod simogatni. Gyere, bogatni. Tedd bele nekik a kaját. Úgy, ha legyenek tányérból. Úgy. Gyere, ügyes szépen, vagy. Ez nem harag. Mindjárt kettő. Mindjárt kettő. Mert egy irány. Kettő. Betűntött egy meg. Nem fehér, vesztés, vagy vesztés, de nagyon jó. Számra élet. És csak a ragadt a fölös. Megyünk, megvessük majd, jó? Gyere szívem, ezt a felkőre mellett. Thank you.
Az a baj. Beljebb a sokás kultúrába. Ez a lépés mindenki megtanulja, nem gond? Így van, ügyesek vagytok, tessenek, kiadó még sok-sok hely a pólóba. Ott a sor eleje a szép lépviseletbe öltözött szép busónál, akiért még nem hallott senki, nehogy azt higgyék, hogy plébekhez, nem az? Már nem volt bent a busó minden tudelme a hangszerről. A körmével, a mutató újabb körmével szólalhatja meg ezt a muzsikát. Persze, hogy eláljuk a kicsi babánkat, jött édesanyával, a szóló közepén. Hónapokig horgoltak, kötöttek egy ilyen szép kis harisnyát, amely ennek a vidéknek, a sokászoknak régi népviselete. Nem is beszélve a férfiak bocskoráról, a birkabőrből készült belső részből. A zenészünk immár a földdel teszi egyenlővé hangszerét, és a föld mélyéből jövő hangokat veszi alapul, onnan sajtolja ki a sokás dallamokat. Bizonyára tudja, hogy itt Derecske alatt is olyan hívvizes források fakadnak, amelyeket csak a zene fog a felszínre hozni. Gyönyörű már most a kólónk, gyönyörű a kólónk, tessenek csapatkozni. Ott a szürke ruhás fiatalasszony a pólónak a vége, hozzá lehet csatlakozni a szép sárga kis birkabőr sapkájával, ő a vége a pólónak, a kék mellényes fiatalember és sárkány kománk mellett. Hozzájuk tessék csatlakozni, miközben a mohácsi póló gyönyörű perceit élhetjük át. Ahogy jeleztem, egy póló általában 3 óráig tart, most túl vagyunk már a 12. percen. Nagyon jól haladunk, kedves helyiek, kedves mohácsiak, aki végig táncolja, az megihatja a félmeti pálinkáját ingyen és félmetre a Derecskei önkormányzat. Egy decit a mohácsiak, fél decit pedig a helyiek. Magam előtt is, de különösen a buszók előtt. Nagyon szépen köszönjük a pólót. Hát legalább a kalapját szeretnék. Addig nem kezdheti el a bakatos zenekar, míg a nagybőgős bőr Jockey Ewing kalapját oda nem adja a lányoknak egy körre.
Hát ne haragudj, testvérem, ennyi áldozatot nem akarsz hozni a dereckei diszmotorért? Nem lehet. Akkor miret adod oda? Szüzességedet már nem tudod. Adjad a sáladat. Adjad a sáladat. Nem, kabátodat. A vonódat. Nem arra gondoltunk, amivel a bőgőt kezd. Nem. Én egyszerűen, lányok, én mindent megtettem, értetek? Éljen a vakatózenekar, éljenek a busok, éljenek a dereckeiek és minden vendégük itt a 12. disznótoron. Éljen minden jó magyar. Na meg a sokat. Thank you.
Bakator népzenei együttest láthatták és hallhatták, és még fogják is a nap folyamán, hiszen amikor nem a színpadon zenélnek, akkor a sátrak között fogják mulattatni a kedves vendégeket, és már nagyon várják, itt bízom benne, kedves asszonyok, derecskei lakosok, akik beneveztek a 2020 év pogácsa sütő versenyére, hiszen ennek eredményhirdetése fog következni a percekben. Több mint 23 pogácsát sütöttek 2020 derecskei disznótóra a kedves derecskei hölgyek, azt hiszem mondhatom, hogy hölgyek, nem férfiak, és szeretném bemutatni a kedves zsűrit, akik megkóstolták, végigkóstolták és el is bírálták ezeket a finom pogácsákat. Zsákai Ildikó képviselőasszony, aki a zsűri elnöke volt, Bordáni Fekete Judit, aki szintén végigállt a 23 pogácsa végigkóstolását, de azt mondta, hogy jól is esett neki, hiszen az új drága kisbaba kívánja a pogácsát. Kis Andrea szintén az önkormányzat képviseletében is zsűritagja volt, illetve alpolgármester asszony Ács Dósa Mónika is, és szeretném átadni a szót a zsűri elnökének, hogy ismertesse a versenyt és az eredményeket is természetesen. A pogácsa egy kisebb kerek, általában sós sütemény, de létezik édes változata is. A Kárpát-medencei, a balkáni és a török konyha jellegzetes terméke. Elterjedt változatai a burgonyás, vajas, tepertős, jutúros és káposztás pogácsa is létezik. Hasonló néven ismert a Kárpát-medence és a Balkán népeinél is, valamint Törökországban. A magyarba a délszláv nyelvből került a szó, szerb, horvát, szlovén, bogácsa névből. A név a latin fókusz, tűz szó képzett alakja, és ma is létezik Olaszországban egy lapos kenyérke féle, amit úgy neveznek, hogy focaccia, és olajba mártogatva előételként fogyasztják. A magyar kultúrában a magyar népmesék vándorútra induló hősének egy különlegessége volt a hamuba sült pogácsa, hiszen elkísérte a vándorlásai során, és mindig az otthon melegét, a tüzet vitte magával, és a tudás megszerzésénél a pogácsa egy elemi élelem volt. Ennek a régi diákok is ennek a mesének a hatására kapták útravalóul, amikor elhagyták az iskolát, hogy maradjon velük az íz, az otthon íze. Szeretjük a pogácsát, mert az otthon ízét, az otthon hangulatát egy kellemes vasárnap délutánt idéz a pogácsa, vagy egy jó társaságban, ahol csúszik a bor, vagy amikor a kisgyermekünket tanítjuk a konyha művészetére, akkor ők is nagyon ügyesen formázzák a pogácsatésztát. Nagyon nagy feladata volt ma délelőtt a zsűrinek. Öten vállaltuk azt a feladatot, hogy 23 pogácsát kóstoljunk meg. Három kategóriába osztottuk a pogácsákat, sajtos, krumplis és egyéb. Az egyéb kategóriában vajas, kolbászos, kapros, túrós, sajtos szakállas, tejfölös sajtos és káposztás sajtos pogácsák kínálták magukat, és nagyon-nagyon szép volt. Úgy döntöttünk, hogy egy táblázatot készítünk, és a küllemet, az állagot, az ízt, a harmóniát és a különlegességet díjaztuk 1-től 10 pontig pontozva, aztán mind az ötünknek a pontszámát összeadtuk, és így alakultak ki az eredmények. Nem húzom a szót, három kategóriában hirdetünk díjat, és aki hallja a nevét, kérjük szépen jöjjön ki a díjáért, és szívből gratulálunk neki. Sajtos kategóriában a harmadik helyezett Békési Józsefné lett. Kérjük szépen jöjjön ide, tapsoljuk meg mindenkit, mert nagyon nagy munkát vállaltak mára. Békési Józsefnét várjuk a harmadik díjért. Ha nincs itt, akkor majd tudassuk vele, hogy ő lett a harmadik helyezett. Kovács Sándorné lett a második sajtos kategóriában. Kovács Sándorné is megérdemel egy tapsot, azt gondolom szolgálatot teljesít az iskolában. És az első sajtos pogácsa helyezettje Szántó Józsefné lett. A krumplis kategóriában eredményt hirdetünk, a harmadik helyezett Homoki Viktória különlegessége lett,
hiszen ő úgy készítette a krumplis pogácsát, hogy élesztő nélkül nagyon sokáig gyúrta, és nagyon sok levegőt vitt bele, és ettől lett olyan nagyon ügyes. Úgyhogy kérjük őt, egy kicsi élesztőt mégiscsak kellett beletenni. Kérjük akkor Homoki Viktóriát. Második helyezett Serestjén Andrea krumplis pogácsája lett, őt is kérjük ide most. Nem hallja ő sem. És az első krumplis pogácsa, első helyezettje Szőlősi Emese. Ő is ott van tudom a standján. Szívből gratulálunk Emesének, és menjen el hozzá a hír, hogy ő lett az első. Egyéb kategóriában harmadik helyezett egy úr lett, Olajos Roland, kapros túrós pogácsája. Egyéb kategóriában második helyezett Jakó Ferencné kolbászos pogácsája lett. Jött. Mindenki bent van a műsoron, igen. És egyéb kategóriában első helyezett Porkoláb Ferencné szakállas sajtós különlegessége. Szívből gratulálunk! Köszönjük szépen mindenkinek, hogy megmérettette magát, és érezzék jól magukat a nap folyamán. Egyenek sokat, és igyenek pálinkát csinyával. Még egy pillanat, külön díjas kategóriát is osztottunk, Serestjén Andrea diabetikus pogácsája külön díjat nyert. Ennyivel ennyi. Nagyon szépen köszönjük a zsűri áldásos munkáját, és hogyha én jól látom, akkor öles léptekkel megérkezett Micura Károly és zenekara. A továbbiakban tehát 13 órakor Micura Károly és zenekara készül majd a színpadra. Ide várunk minden magyar nóta kedvelő cigánydallamok kedvelőit, hiszen egy veretes, igazi zenekar érkezett ide, akik ebben a műfajban világhírűek, ők lesznek azok, akikkel együtt énekelhetjük majd ezeket a dallamokat. Örömmel jelzem, hogy 13.30-kor, azaz fél kettőkor, körülbelül egy óra múlva László Attilát várjuk ide, ő egy kézdivásárhelyi székely magyar barátunk, aki annak idején a Erdély hangja tehetségkutató versenyen indult, majd átlépve a pillanatnyi magyar-román határt, elérkezett a Csillag születik vetélkedőhöz, 2012-13-as évadát pedig meg is nyerte. Azóta is énekesként keresi a kenyerét. László Attilát fogjuk fél kettőkor hallgatni itt, a Verecskei Diszmotoros színpadán. Majd már csak eredményhirdetések maradnak hátra, 14 óra 10 perckor, azaz 4:30 táján Csülök csata eredményhirdetése. Ez nem más, mint ételek elkészítésének, ételeknek a versenye. És a 16 órakor megrendezésre kerülő ünnepélyes eredményhirdetésen már minden vendégcsapatunk és a helybeliek is eredményhirdetése következik, amelyen megtudhatjuk, hogy ki készítette a legjobb pálinkát, a legjobb sülteket, a legjobb toroskáposztát, hurkát, kolbászt, és így tovább. Ez alapvetően a mai nap ünnepélyes zárása is. Csókolom, szeretettel köszöntünk minden kedves szép asszony, úri embereket, fiatal embereket, szép hölgyeket, és fogadják nagyon nagy szeretettel ezt a kis zenei csokrunkat, akit mindenkinek szívesen, szépből szeretettel küldünk. Hát, megkérem a az ifja primás urat, hogy kezdjük! Ha leszakad, de mi lesz övény? Sárga láb, színege magát! Thank you.
Bácsi, a Szabó Lajos, köszöntjük nagyon nagy szeretettel. Hát ez nagyon nagyszerű számunkra, hogy a művész úr is itt van. A cigány szemében
elhúzhatunk halkan csendben. Egy-e, hogy ebben van szerelemben. Bele lehet halni, bele lehet halni. Ne hagyjál a legszebb nyárban. Egy engem elhel, engem elhel. Nem szeretsz már. Szeretjük, szeretlek a sír. Egy a sírom a legszebb virág. Csak te néked. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legdrágábbik kincsem. Csaló, mert a nézésség meg a járásság, a csípőjének a ringásság. Százan annyit sem adtál, százan annyit sem adtál, mert a vízisség meg a járásság, csípőjének a ringásság. Százan annyit sem adnál, százan annyit sem adtál. Az én babám, a falu legszebb lánya. Egyre, hogy ne volna, hisz én vagyok a bárja. Sasé, hopp, mert a nézésség meg a járása, csípőjének a mindása. Száz aranyén sem adnám, száz aranyén sem adnám, mert a nézésség meg a járásán, kintőnének a ringásán, száz aranyír sem adnám, száz aranyír odadnám, kedves segítségükre. Nagyon szépen köszönjük. És egy következő kérésnek teszünk eleget. Nagyon szép szám következik. A Füredi Anna válba. Már is megyek. A Füredi Anna válba szól a muzsika.
Egyszer aztán asztalunkhoz jött a vén cigán. Megkérdezte, mi a nóvodát, kicsi lány. De a kislány azt felelte, halkan csendesen. Én a nótát nem ismerem, nem is szeretem. Az, akinek nótája is van nagy szerető. Ha nem hiszel, a nótából szívembe tett. Lesz egy kislány, kinek nevé. Itt kórizom, az most már nem. És ahol majd senki nem lát. Egyszer aztán hallottunk, én a csodás. Gazdag volt, nem kell a híres szívás. Megállott egy hintójasz, ajtaja előtt. Senki nem látott még így gyönyörű esküvőt. Mit mondott? Az, akinek nótája nincs van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy játszottuk ezt a nótát is. Kedveség is éjjel. Lámozenén milyen szép, azért vagyok mindenkinek ilyen szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Kérésére, derecskére. Hány úton kell bemenni? Kettő! Egyet teszem. Hey, ihor!
Bravo! Nem hallom! De ki kell mondania? Ez igaz, mert süket vagyok a vállámomra! Még azt mondják, részeges vagyok, pedig csak a jó bócsőr, pálinkát nem nagyon, megverem a csizmám szárát. Csókolom a babám szárát, megverem a csizmám szárát. Csókolom a babám szárát. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyen csak egy mosolyt adhatok. Megint, hogy higgyel, amit nem hiszel. Nem tudok járni, ha visz veled. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk, kedvesen, ez itt a mennyország, csodálatos világ. Semmit se hall, semmit se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát, csodálatos világ. Semmit se hall, semmit se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom. Sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek? Ha tudnám a választ, elmondanám neked. Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát, csodálatos világ. Semmit se hall, semmit se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát. Nagy szépen köszönöm, csodálatos világ. Na, a következő dalt lehet nyugodtan majd énekelni. Elrakom a mezőgazdasági napszemüveget, hogy jobban lássak itt mindenkit, de annyira itt szembesüt. Nagyon sokan vagyok, és örülök ennek, hogy ennyien itt vagyunk. Sötét kapuk, magas házak, fényes udvarok. Nyíljatok meg, lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rátalálok, csillagom vezet. Én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rátalálok, csillagom vezet. Én utánad megyek. Felül-felül, fent a szégen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, most el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rátalálok, csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rátalálok, csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében.
egyszer majd csillagon vezess, én utánat megyek. Ez a... Nagyon szépen köszönöm! Jövök ide hátrébb, nehogy itt a nap ne süssen annyira. Mindjárt ráülök a cimbalomra. Na, nagyon szépen énekelnek. A következő dalnál se hagyják magukat. Igaz, az a dal arról szól, hogy villámlik, menj dörög. Na ne, ugye még ez nem kell. Ez tényleg szerelem, most múlik pontosan. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj dörög, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsomad, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges ott csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, s végül andol egy almafár. Az Isten kertjében alma bordin alá. Azóta szüntelet, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, körbukom. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükör. Szent János bogarat, fényében tündököl. Egy indián lidéc kísértid bennem, és szemhéján egy rostás szemfedőn. És a tükrön túl ott fent, fellegekben furujáját elejti egy angyal szárnyú kígyó hűvölő. És ahogy én mindig is szoktam kérni, hogy amikor véget ér a zene, akkor énekeljük együtt az első szakaszt, csak mi, semmi zene nélkül, a kapella. Tehát, most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen. Na bátran, nem vagy való. Villámlik, menj török, ez tényleg. Így van, köszönöm szépen! Jöket vessem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem láregé. Jöket vessem, hiszen szép szemet könnyes. Úgy érzem, mást akartál. Jöket vessem, hiszen szép szemet könnyes. Úgy érzem, most csalódtál. És ne legyél bánatos, én komolyan gondolom, hogy hozzám tartozol,
és én hozzá tartozom. Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaim. Lesznek még szép napjaim. Kedvesem, gyere, bújj ide mellé. Szeress most úgy, ahogy üvé. Jöjj, kedvesem, gyere, bújj ide mellé. Ölej meg úgy, ahogy üvé. Ne legyél bánatos, én komolyan gondolom, hogy hozzám tartozom, és én hozzá tartozom. Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaim. Lesznek még szép napjaim. Na még egyszer! Ne legyél bánatos, én komolyan gondolom, hogy hozzám tartozom, és én hozzá tartozom. Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaim. Lesznek még szép napjai. Az Erdély. Székelyföldről. Kézi Vásárhely. És ez a dal Erdélyről szól. Úgy láttam, hogy vannak itt erdélyek is itt a sátrakban. És ez a dal arról szól, arról a négy folyóról. Ahhoz úg. Az a négy folyó. Most a rónán nyár tüzében ring a déli bát. Tüzek gyúlnak, vakít a fény ragyog a világ. Dombok ormai, érik már a bók. Valamennyi fél akác van, megy a szuncsokó. Zöld arany a bázsit sejmek, ékezüst a tó. Csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kijelent annyi drága vég, egy eszredévről mond mesét a szép. Búg a kült az ősi bárfokán, honvidán a hargitán, és Erdély szent bércére zúgva száll, visszaszáll a magyar túlmadár. Zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Hol csodás tűnél tó felett kacag, és nézi benne tűz arcát a nap. Hol regény születnek szálladag, búg a kült az ős szivar. És merre Erdélykéklő mérce áll, zúgva száll a magyar túlmadár. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiemlett annyi drága vén, egy eszvedévről mond mesét a szél. Húg a kült
az ősi várfogán. Honvédán, a Hargitán, és Erdély Szent Bércére zúgva száll, visszaszáll a magyar turulvadár. Szólni saját szerzemény, egy pörgősebb szerzemény, melletted szabadnak lenni. Mikor elhittem, mindig úgy tettem, hogy egyszer már talán te is vársz majd én rám. Akkor azt hittem, hogy az életben tehát nincsen szabadság, s nincs ki átlegyek már. Aztán jött egy lány, akit láttam már, és átöleltem tán egyszer egy nyári éjszakán. Már pár évvel telt, de az emlék nem, és én most jöttem csak rá, vele más lesz életem. Mert ez a világ, te nem a miénk, ez egy élet, mi nem a tiéd. Van egy hely, hogy szabad leszel, hol érted lesz minden, míg érted leszel. Hol érted lesz minden, míg érted leszel. Mert melletted szabad leszek, melletted szabad leszek, szabadnak lenni vele élvezek. Ne hagyd, hogy másé legyek, ne izgulj, nem is leszek, hisz veled egyszerű az életem. S talán van két út, míg minket majd széthúz, és elveszted talán, mikor nem figyelek rád. Mégis azt érzed, hogy nem kell már félnem, csak fogom két kezed, az idő jobban száll veled. Aztán lesz egy szó, s mikor hullva a hó, elmeséli tár, mikor lesz még egyszer nyár. És mi elhisszük, hogy majd megtesszük, és ha elmúlik a nyár, mi akkor is együtt leszünk. Mert ez a világ nem a miénk, ez egy élet, mi nem a tiénk. Van egy hely, hogy szabad leszel, hol érted lesz minden, míg érted leszel. Hol érted lesz minden, míg érted leszel. Mert melletted szabad leszek, melletted szabad leszek, szabadnak lenni veled élvezek. Ne hagyd, hogy másé legyek, ne üzdülj, nem is leszek, hisz veled egyszerű az életem. Melletted szabad leszek, melletted szabad leszek, szabadnak lenni veled élvezek. Ne hagyd, hogy másé legyek, ne üzdülj, nem is leszek, hisz veled egyszerű az életem. Melletted szabad leszek, úgy hiszem. Szabadnak lenni veled élvezek. Na, ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm. Egy Máté Péter dal fog most kezdődni, hogy azért vannak a jó barátok. Akkor lehet az. Eső felszállítani úgy sem tudod, a szelet megfordítani úgy sem tudod. Ujjai közt a kór úgy száll, mint szürke bor. És a perc hordja el, hogy van. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmat visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyat. Álmot meg nem álmodni úgy sem tudom. Azért vannak a jó
hogy a régen visszahozzák réged majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Mindenkihez közel, hallja majd az énekes hangokat. Hát így könnyű alni, halljanak így. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljen, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted. Amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Szakított aldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint forma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Úgy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. És ez együtt mindenki! Mi egy vérből valók vagyunk. Köszönöm szépen! Hát ez a székely himnusz lesz amúgy.
G-durból. Ez teljesen spontán, amúgy ezt most találtam ki. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm! Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjel. Vezest még egyszer, üzenekre népen, Csaba királyfé, csillag ösvényen. Baroknyi székely forlik, mint a szikla, népek arcának zajló tengerén. Fejünk az árja, százszor elborítsa, ne hagyd el veszni, Erdélyt Istenünk. Baroknyi széken, hullik, mint a szikla, zajló tengerén. Fejünk az árja, százszor elborítsa, ne hagyd el veszni, Erdélyt Istenünk. Köszönjük szépen! További szép napot kívánok mindenkinek, sajnos nekem mennem kell, mert házhalombattal várnak, az meg ide messze van. Jó estét, nem jó estét, szép napot, messze van még az este. A viszontlátásra, köszönöm szépen! Köszönöm! Mi köszönjük mindannyiunk nevében László Attila műsorát. Ilyenkor, kedves vendégeink, bizonyára mindannyiunknak az jut eszébe, hogy aggódunk a fiatal magyarok további szemléletén, hazaszeretetén, elkötelezettségén. Ilyenkor azért megnyugszik a lelkünk, amikor ilyen fiatal énekest hallhatunk. Köszönjük meg még egyszer egy búcsúzó tapsal László Attilának azt a lelkesedést, azt a műfai gazdagságot, azt a lelkiismeretes és nagyon komoly munkát, amit ő végez. Bizonyára megengedi, hogy egy szép erdélyi áldással búcsúzunk most el tőle, miközben a szép asszonyok udvarlását fogadja. Így szól az erdélyi áldás. Legyen előtted mindig út, fújjon mindig a hátad mögül a szél, az eső puhán essen földedre, a nap melegesüsse az arcodat, s egész életedben hordozzon a tenyerén a Jóisten. Ezt neked küldtük, Attila, persze az udvarlás közben ő el volt foglalva, de valahol a bőre alatt majd fogja érezni, és magával viszi ezt a köszöntőt. Tisztelt vendégeink, bár a mai napon még nem említettem, de íme el szokott jönni az az idő, amikor emlékeznünk kell éppen László Attila műsora kapcsán arról a vészterhes 100 évvel ezelőtti napról, amikor Trianonban aláírták Magyarországnak a halálos ítéletét. Ez a néhány dallam, amit Attila is választott, nyilván az általa pörgősebbnek nevezettek mellett, ott ahhoz zúg a négy folyó, vagy éppen a nélküled, ez mind-mind most a szívünkből és lelkünkből szól. Néhány nappal ezelőtt, 100 évvel ezelőtt Gróf Apponyi mondotta el azt a védő beszédet Magyarország mellett, amit bár már nem hallott meg senki ott a trianoni kastélyban, de a magyarságnak mégis új erőt és lelket adott akkor, amikor éppen vesztességre volt ítélve. Itt vagyunk mi az utókor, 100 évvel Trianon után, és amikor László Attilát halljuk, vagy a busókat látjuk, vagy a derecskei rendezők, a családokat, a gyermekeket látjuk magunk előtt, akkor maradjon velünk a remény, hogy él a magyar, és élni fog ez a nemzet. Egy biztos, hogy be kell laknunk a Kárpát-medencét, hogy ez továbbra is így legyen.
Nem tudom már, hol írtam föl kézírással, de nagyon tanulságos ez a gondolat, ha tudják, jegyezzék meg, őrizzék meg magukban. Így írt Trianon után egy magyar gondolkodó. Ne állj bosszút azon, aki megbántott. Egy nap majd átéli, amit veled tett. És ha szerencséd van, Isten megengedi, hogy végignézd. Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim, ezen ünnepi pillanatok után, amit László Attilának köszönhetünk, hamarosan a rendezők szándékából és jóvoltából a Csülök csata eredmény hirdetése következik. Hamarosan ide várjuk Csillát, a rendezőket, hiszen ők tudják majd ennek részleteit. A Bakator zenekar csodálatos erdélyi muzsikájában gyönyörködhettünk. Ajándéktárgyak már azt sejtetik, hogy a zsűri és a rendezők néhány óra múlva készen állnak az eredmény hirdetésre, de ha ezen tudunk szűkíteni valamennyit, akkor azt ígérem, segítségül leszek. Tisztelt vendégeink, még jobban tisztelt vendéglátóink, köszönjük a türelmüket! Immáron mindenki a színpad előtti térben várja, van, aki a színpaddal szemben, valaki annak háttal, a 12. Derecskei Disznótor eredményhirdetését, illetve azt az ünnepi pillanatot és aktust, amelyben megköszönjük mindazoknak, akik elfogadták Derecske Város, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár meghívását, és reméljük, hogy ez, aki először jött, annak a kezdet, és mindenkinek pedig a folytatás. A Jóisten is ránk nézett ezen a szép napon, megdícsérte azokat, akik ennyit dolgoztak ezért a napért. Ahogy szoktuk mondani, a jó szándékú magyar embert a Jóisten is megsegíti. És ez a mai napon így történt. Megkérném alpolgármester asszonyt és polgármester urat, hogy az ünnepi aktus kezdeteként adják át az egyes csapatok emléklapjait, a nevegiket én sorolom. Tisztelettel várjuk a színpad elé Székely Keresztúr csapatának képviselőit emléklapjuk átvételére. Hasonlóképpen Kalotaszeg küldötteit Pánfi Hunyadról az emléklapjuk átvételére visszavárjuk őket minden évben. A rendezők nem várják meg az ide érkezőket, ha esetleg fürge őzike lábaikon nem érnének ide, hanem természetesen közben ide lehet fáradni érte. A felvidéki Deresk település közösségének csapategységeit, vezetőit várjuk, emléklapjuk átvételére hamarosan érkeznek. Még az utolsó nótát eléneklik. Berettyó Széplak, akik, mint tudjuk, először vettek részt rendezvényünkön. Nagy szeretettel várjuk, köszöntjük őket, hogy ki jön, azt majd itt elmondják a mikrofon mellett, és akkor azt az emléklapot kapják, amelyik jár nekik. Berettyó Széplak még nálam van, ez gazdára talál. Nagy szeretettel várjuk Arany János nagyszalontájának képviselőit ide velük,
emléklap átvételére szólítom őket, Nagy Szalonta csapatát, illesse a közönség megtisztelő tapsa. Köszönjük szépen barátságotokat és hogy itt voltatok. Nem különben a Mátra aljáról érkezetteket, Mátra Derecskei szép magyar barátomat és kedves társaságát várja az emléklap itt a színpad előtt. Hol vagy kalapos barátom? Elveszett a februári hózivatarban. A közeli vár Tépe csapatának küldöttségét várják a rendezők. Óriási üdrivalgás közepette érkezik a fiatalasszony Tépe emléklapjáért. Nem különben a Cívis város képviselőit is várjuk. Debrecen csapata is itt volt a Derecskei Disznótoron és Hajdú Bihar megyei téli vásáron, ami majdnem tavaszba hajlott már. Debrecen, hol vagytok, régi barátok? Szükségem lenne ma rátok? Nincsenek. És végül, de nem utolsó sorban emléklapjára Derecskei Nagy Gyula emlékcsapatnak. Éljen a Nagy Gyula és az emlékcsapata a részvételért. Örömmel vettük vendéglátó szerepeteket és minden jóságotokat. A Kalotaszeg is megérkezett, immáron ide fáradnak a képviselői, mert nekem a tisztem az, hogy tovább folytassam, hiszen van még hátra, hál' Istennek, 230 emléklap és legalább 400 ajándék. Ha kevesebb, akkor nem haragszanak meg érte. Újabb emléklapok átadására kerül sor akkor, amikor a Csülök csatában résztvevő csapatokat szólítom. A Derecskei Disznótor és Hajdú-Bihar megyei vásár emléklapját veszi át elsőként a Főnix Debrecenért Polgárőr Egyesület csapata. A Csülök csata résztvevői öles léptekkel érkeznek, köszönjük. Nem különben a Hajdú-Szoboszlói Fiatalok Fóruma csapata. A sárga mellényben a Fiatalok Fórumának hölgyképviselője helyett a fiatalember érkezik, és viszi haza a fakan alatt, csak nehogy az asszony átvegye. A Topfish SHE, hát gondolom ez valamilyen horgász egyesület lehet, mert hogy fish az lehet, hogy halat jelent, emléklapot vehetnek át, honnan is? Debrecenből. Jöjjenek a horgászok, éljenek. Hobbi volt, most már látom magam előtt, képviselői. Ide várjuk az emléklap átvételére a Csülök csatában részt vett Esztár község csapatának képviselőit. Esztár kutyatár, kutyafülű aladár, jöhetnek az esztáriak. Nem különben esztáriak áttörik a falat és piros kötőjükben megérkeztek, éljenek az esztáriak. Köszönjük szépen, a pálinkás pohár jó helyen lóg. Következik a Hammerlam Kft. Vásárosnaményből. A felső tiszavidékieket várjuk szeretettel, akik részt vettek a Csülök csatában. Nem árad a Tisza, azt tudjuk. Árad a jókedv, ezért nincsenek itt. A Derecskei Gondoskodók csapatát várja a rendezőség emléklapjuk átvételére. Gondoskodjatok róla, hogy ide érjenek. Hát sajnos eddig ez nem sikerült. De a derecskeiek további csapategységeit is. Appáré, megérkeztek a gondoskodók önmagukkal. Gondoskodnak. És ide érkeznek a Szivárvány Hagyományőrző Egyesület csapata is Derecskéről. Várjuk a szivárvány színűeket. Itt vannak már is. Szervusz nagylegény, kész csókom. Jön a fakanál anya kezébe, te meg szaladj. Emléklap Gasztro Antal, majdnem Gasztro Angyalt olvastam, de az ugye az Marcsika, de itt Gasztro Antal is csapatáról van szó, akik emléklapot vesznek át, remélem hamarosan áttörik a falat, és megérkeznek. Igen, hát a kackiás bajszú barátom már meg is érkezett. Gasztro Antalhoz van szerencsém? Ó, igen, hajoljon meg a közönség felé is egy ilyen szép magyar ember. Fiatalasszonyok, hagytátsák a szájukat. A derecskei öreg fiúkat várjuk ide, akik valószínűsítem labdarúgásban jeleskedtek a tegnapi napon, sőt azt is tudjuk, hogy milyen helyezéseket értek el, majd a későbbiekben bemondom. Konyár csapatát várjuk a szomszéd várból. Öreg fiúk csapatának kapusát láthatjuk, ahogy így elnézem. De a konyáriak érkezését is nagy öröm és üdvrivalgás fogadja. Köszönjük szépen fiatal barátomnak. A derecskei Fidesz csapatát várjuk ide. További sok sikert kívánunk a labdarúgó pályákon és a politikai életben is. Tessék parancsolni. Éljenek. Nem különben a Fidelitásról jöjjenek a fiatalok. A Fidesz álomcsapata és fiatal korosztályú csapata. Ha itt vannak, vegyék át emléklapjukat. Derecskei Fidelitás. Emléklapot vesz át a Bihari Egyesített Szociális Intézmény kiválóságai Derecskéről.
Bihari Egyesített Szociális Intézmény sárga nyakkendőben érkeznek. De, hát na, ugye, de ez nem az irítség jele ebben az esetben, hanem csak úgy sárga, mint a sárga mellényesek Párizsban. Hajdú Nánás csapata érkezik. Jöjjenek a drága nánási testvéreim, hol vagytok, régi barátok? Az előbb még jót mulattak, de szerintem itt lesznek. Ott már kucsma alatt jönnek, látom én. Szép 190 centis magyarok, gyertek csak kucsmával együtt, 2 méter. De Katona Zsolti anélkül is megvan. Olyan sápat vagy, Zsolti. Viszont eleges, Zsolti. Ér Mihály Falva csapata érkezik Miklop átvételére. Éljenek a nánásiak, éljenek az Ér Mihály Falviak. Bocsánat, itt nem szedtük földrajzi sorrendbe, mert így kaptam meg. Kalotaszegi válogatott csapata, akiről nagyon jókat tudok majd elmondani a labdarúgó verseny eredményhirdetésén, de ezzel még egy kicsit csalogatjuk a többieket, illetesen fáradni érte, ilyen Kalotaszeg. Jaj, hát nekem a legjobban ez a név tetszik, mert a kreativitásunk kifejeződése monostoros csapatát várjuk ide. Gondolom monostor pályak lehetnek, jól gondolom? Bízunk benne. Monostoros csapata. Molostoros, megérkezett, káposzta nélkül, szép fiatal hölgy és párja. Te se reklámozod a borotva cégeket, igaz-e? Jó. Nem is kell. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves versenyző csapatok, kedves vendégeim! Mielőtt elmondanám a zsűri tagjait, örömmel hirdetem, hogy a zsűri által meghozott eredménylistát és a díjakat átadásához felkérem majd Fodor Zsóka művésznőt, hogy legyen ő, aki ezt ékes magyarsággal elmondja. A zsűri tagjai voltak a művésznő maga, mint társadalmi zsűri, valamint dr. Csé Tóth János a házigazdák részéről. A szakmai zsűrit képviselte Szabó Csaba, olimpiai bajnok séf, Pataki Zsolt, debreceni Hotel Lícium séfje, valamint Molnár László, szintén a Hotel Lícium vendéglátás vezetője. Szeretettel várjuk őket ide a színpad elé, hogy ne csak látványt tapsoljunk itt nekik. Szabó Csabát, Pataki Zsoltot és Molnár Lászlót várjuk a színpad elé. Ne szerénykedjenek, fáradjanak ide az urak. Köszönjük szépen egész napos munkájukat! Éljen a szakmai zsűri! Egy pillanat, mielőtt a művésznőt színpadra, illetve színpad elé szólítanám, elmondanám gyorsan a rám bízott kötelességet, mi szerint az első alkalommal megrendezett generál épp kupa kispályás öreg fiúk labdarúgó mérkőzés 4 csapata elvégezte áldásos tevékenységét, összerugdosták egymást és a labdát, 4. helyezést ért el Székely Keresztúr csapata, egy nagy tapsot kérünk az Alumínium díjasoknak. 3., azaz bronzérmes lett a Balatonparti Tihany öreg fiúk csapata. Éljen és virágozzon! Ezüst, azaz 2. helyen végzett a vendéglátó Derecskei öreg fiúk csapata. Éljen és virágozzon! És első lett ezek szerint Kalotaszeg összevont válogatottja. Köszönjük! A mikrofonnál fogadjuk. Nem szabadulsz, drágám, mert én ilyen ékes szólóan nem tudok beszélni. Én átadom, és te elmondod, parancsolj. Nem fosztalak. A gázsin majd megosztozunk valahogy. Hát, ha így, akkor legyen úgy. Tisztelt közönségünk, a művésznő általi felkérést örömmel teljesítem. Berettyó szép lap kapja a hagymásvér kategória 3. helyezésért járó oklevelet, melyet viszont már a művésznő ad át. Ő lesz. Ismét csak a hagymásvér kategóriában hirdetjük ki az ezüstérmest a vendégművészeink Székely Keresztúrról. A díszvendégcsoport a hagymásvér kategóriában. Éljen-éljen! Az előbb még itt voltak. Elindultak a Székely gyorsal, pedig még messze van a pünkösd. Na, megérkeztek. Székely Keresztúr, 2. helyezése. Kérem, hajoljon meg a közönség felé is. Köszönjük szépen! És Máta Derecske neve teljesen véletlenül hangzott el, akkor, amikor a hagymásvér kategória első helyezését adjuk át nekik szeretettel, várjuk a Máta Derecskeieket. Éljenek ők, és a hagymásvér tudományuk. Na,
Hol vagy, fekete kalapos barátom? Gazduram, sehol senki? Elindult a Mátra-Dereckei volánbusz. Na, oklevelet vesz át ezek után, mert nem várunk rájuk, nem várunk holnapig. Jó, ha kibírjuk. Fél napig. Fél hatig, vagy fél napig. A helyi különlegességek díjátadása következik. Harmadik helyezést ért el az oklevél tanúsága szerint a szomszédvár képviselője, Tépe csapata. Megtépem magam, ha nem jönnek ide. Ott van. Jön a drága hölgy, jön a drága hölgy. Ő lett megbízva, a fiúk meg a bányába dolgoznak. Hát ahogy összeomság. Oklevelet vesz át a helyi különlegességek kategória második helyezettje. Ha jól olvasom, esszel kezdődik, és Ékely keresztúrral végződik. Hát akkor várjuk szeretettel Székely testvéreinket, már megint aradtak a helyi különlegességekben. Fiatalember örömmel rakosgatja egymás mellé az okleveleket. Na de nem maradt le ennek a kategóriának a győztese sem, az első díjról meg különösen nem. B-vel kezdődik, és Ánfi Hunyaddal folytatódik. Köszönjük szépen, első helyezés! Bánfi Hunyad csapata a helyi különlegességek kategóriában. Gratulálunk! A képviselő nem sápadtál bele, te se ebbe a napba, jól van? A hurka kategóriában, vigyázzunk erre a kifejezésre, mert nyíregyházi vagyok rá, hogy véletlenül azt gondolják, hogy azért mondtam. Oklevelet adunk át, visszajön az úr, Bánfi Hunyad csapatának a hurka kategória harmadik helyezettjének. Ilyen-ilyen szűnni nem akaró vastaps, de most már nem Ceausescu-nak. Művésznő. Reményteljes találkozót láthattunk itt a színpad előtt. Oklevelet vehet át Tépe csapata, mégpedig a hurka kategória második helyezettje. Ilyen-ilyen-ilyen! Á, most már vissza sem menjen a fiatal, azt mondja, jobb, ha itt a napsütésben fürdőzik egy kicsit, maradjon is itt. És első helyezést szerzett a hurka készítésben Nagy Szalonta ékes küldöttsége. Köszönjük és gratulálunk! Egy nagy tapsot a nagy szalontaiaknak. Szeretik ők magukat is, megtapsolják magukat, így kell. Mi köszönjük. És micsoda szép hímzetkötőben érkeznek az urak. Nos, Laci Pecsenye. Legyen a Laci Pecsenye eredmény hirdetésében a harmadik helyezés kiosztva, oklevelet kap Derecske csapata. Ők csinálták szinte a legjobb Laci Pecsenyét, harmadik helyezés érkezik. A pálinkás pohár és mögötte a díj átvevője. Éljen-éljen! Oklevelet vehet át a második helyezett, az is Tépe, hogy lehet az? Laci Pecsenye, Tépe, fordul. Hát, nem bírunk a fiatalasszonyra. Lottóznia kellene. Most 4 milliárd fölött van. Júj, ma kell feladni, nem? Már aki lottózik. Oklevelet már nem, azt mondja. Oklevelet vesz át az első helyezett, megérdemelt tulajdonosa. Laci Pecsenye a kategória. 12. Terecskei disznótoros, Debrecen csapata. Hol vagytok, régi barátok? Kujka kakas kéne venni, hol vagytok? Így szokták, hazamennek, na várjatok. Nem, itt vagyunk, bocsánat. Tálalás. Itt. No, megijesztettem őket. Megérkeztek a debreceniek. Nagy szeretettel legyék át emléklapokat, mert van már bőven. A tálalás bajnokai következnek, a harmadik helyezést adjuk ki. A Derecskei disznótoros verseny tálalás kategóriájának harmadik helyezettje Tépe csapata. Na, jó lesz már. Művésznél most már mi megyünk oda, jó? Mi ott úgy helyet foglalunk ott a félkör. Második helyezést ért el a tálalás gyönyörűséges előadásáért Debrecen csapata. Immáron nem bújhat el a képviselője, hanem visszafordul. Debrecen csapata ezüst érmes tálalásban részesített bennünket. Előretől a fiatal hölgy, ennek nagyon örülünk. A szemüveges fiatalember sem volt kutya, de a fiatal hölgy aztán meg különösen. Köszönjük! Tálalás első helyezett, aki először volt most nálunk, Berettyó, Szép Lap csapata. Éljenek, de nem utoljára. Éljenek.
mindig az ideális férjnek a kötője jut erről eszembe, nem van egy ilyen feliratos. Na akkor az oklevelek átadásában tovább folytatjuk az egyik legjelentősebb magyar étellel, a toros káposztának az említésével. A harmadik helyezéssel kezdvén a Felvidék képviselői hosszú vágtában érkeznek ide. Deresk érte el a harmadik helyezést a toros káposzta elkészítésében. Hát így kell közlekedni egy szélesvállú magyarnak. A művésznő csókjai után már a második helyezettet hívom, amely Berettyó Széplak csapata, nem akármilyen debütálás. Berettyó Széplak, köszönjük szépen, mosolyogjanak a drón felé is. És a legkiemelkedőbb tudásról tettek tanúbizonyságot toros káposzta kategóriában Székely Keresztúr csapatának tagjai. Jöjjön, drága barátom, aki meg is őszült ebben a nagy versenyben. Jöjjöjj! A legszebb nevű és legkomolyabb magyar étel a kolbász. Szinte mindenkinek, reméljük. Ennek díjátadásában elérkeztünk a harmadik helyezéshez, melyet Mátra Derecske jegyez, a mai napon senkinek át ne adják. Ők azok, akik még egyetlen oklevélért nem érkeztek ide, ezért szóbeli feddésemben részesülnek. Az oklevelet postán elküldjük, ha akarjuk. A kolbász kategória második helyezettje, na hagyjuk most már, Tépe csapata, Isten éltesse őket. Ha ez most Derecske lenne, akkor azt mondanánk, hogy bunda, de így nem merjük. Így nem, az egyébként, de nem merjük kimondani. És a kolbász kategória első helyezése Felvidékre jut Deresk csapatának. Fiatalember, lépjen ki! Jó. Még van másfél centi oklevelem hátra, úgyhogy tessenek kitartani. Ülőhelyekkel nem szolgálhatunk, de azért nem, hogy akik állnak, nehogy azt mondhassák, hogy neked jutott. Ezért állunk mindannyian. Hajdú Nánás csapata veheti át a harmadik helyezést, ez már a csülök csata résztvevői közül a hagymásvér kategóriában. Hajdú Nánás 190 centis magyarjai gyorsan érkeznek, én egy kicsit gyorsítok. A Derecskei csülök csata hagymásfér kategóriájának második helyezettje az öreg fiúk csapata, gondolom Derecskéről. Bár mindegyik öreg fiú volt, Derecskei lehet, igen. Jönnek bátran. Az első helyezést a csülök csata hagymásfér kategóriájában Ér Mihály falvának jár. Jöjjenek gyorsan az ér mellékiek, na végre, mondja a művésznő is. Végre elérkezett az igazság pillanata. Házi Pálinka harmadik helyezése, sokan kóstolhattuk, örülünk neki. Derecske öreg fiúk begyűjti a harmadik helyezést. Na mi a helyzet? Hol vagytok, drága derecskeiek? Az előbb? Előbb már itt voltatok. Házi Pálinka harmadik hely, Bánfi Hunyadnak jár a második hely. Kalotaszeg gyümölcseit hozták magukkal. Kéz a magasban, Isten éltesse, drága Sápad barátom. És Debrecen csapata nyeri az első díjat Házi Pálinka kategóriában. Az urak osszák be ki hol. Ez most Bánfi Hunyad volt, ha minden igaz. Debrecen be kéne menni, Házi Pálinka díj. Vagy a szemüveges úriember, vagy a szép szőke hölgy. Én az utóbbit javaslom, adjanak ott utat neki. Gyere, drágám! Mondd azt, hogy de kis aranyos szürke egér, ne félj, felugranak rögtön. Neki jutott a pia, neki jutott a díj. És a puszi is. Helyi különlegességek, megint csak a csülök csatában harmadik helyezést ért el öreg fiúk Derecske. Második helyezést ért el helyi különlegességekben Esztár csapata. Ez aztán a sztár csapat. Ez a sztár csapat. Még egy puszi. És első helyezést, ugye? Első helyezést Bihari Egyesített Szociális Intézmény. Isten éltesse őket! A művésznő repetázik a hajdúsági csókokból. Kalotaszeg pálinkája hova került? Mi kiadtuk? Isten éltesse! Keresik a rendezők, segítsetek, Kalotaszeg pálinka oklevelét keresik, nehogy én kapjam a fülest. Valahol lennie kell. Vagy... Nem másik kalotaszegi csapat vitte esetleg el? Nem tudhatom, a feliratokat nem ismerem.
Hát az is az. Hát az a központja. Tehát nekem Bánfi Hunyad Kalotaszeg, csak nem tudom, hogy a papírokon hogy van. Bánfi Hunyad más Kalotaszeg. Én értem, amit mond, csak nem tudok segíteni rajta. Bocsánatot kérek, hamarosan ezt rendezzük, nyugodtak legyenek. Én magam nem tudom. Kolbász kategória, szintén csülökcsata. Harmadik helyezés, öreg fiúk, hogy honnan, na ez az, Derecske. Azért mondom, hogy vigyázzunk. Derecskei öreg fiúk, innen szokott jönni, szélső balról. Köszönjük szépen. Ugyancsak második helyezett, ja, hát most már repetázik azok. Kolbász kategória második helyezett, Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület és tagjai. Erre. Most járt erre, haragszik rám, miért néz erre? Kolbász kategória első helyezéssel megvárjuk azért a csókokat. Fiatalasszony mosolyát várja a közönség is. El kellene ültetni. Első helyezés, Fidesz csapat Derecske. Az első helyezés kolbász kategória csülök csatában. A Fiatal Demokraták Szövetségének csapata az előbb még itt voltak. Szavazás nincs. Hol vagytok? Hajrá! Eltesszük emlékbe nekik, mert helyiek, úgyhogy messze nem mehettek. Hurkak kategória következik. Csülök csata harmadik hely. Kalotaszegi válogatott. Íme megérkezett az első oklevél. A pálinkát még keressük. A Hurka második helyezését Ér Mihály Falva gyűjti be a 12. Derecskei találkozón. Ilyen a fiatalember és csapata. És a Hurka kategória első helyezését öreg fiúk viszik el, gondolom ismét csak, Derecskéről. Hajrá öreg fiúk, hajrá Derecske! Na, megjárja a hadak útját, úgy látom az úr. Mindig puszi? Még mindig puszi? Hihetetlen. Hát hiába. Megunni nem lehet. Nem lehet megunni. Kérem szépen! A kis Ramónát kellett volna ide hívni. Azt örömmel csókolgattak volna. Én szerintem az öröm ott van az arcukon a férfiaknak. Így is. Sőt, oklevél öreg fiúk, harmadik helyezés, Laci Pecsenye vagy új hús kategóriában. Már kimondtam, öreg fiúk. Csapat a harmadik helyezés. Éljen. Laci Pecsenye vagy új hús kategória. Öreg fiúk. Viszik. Második helyezés, Ér Mihály Falva csapata, új fenn. Aha, megy ez nekünk. Adunk a koronavírusnak, ne féljenek. Oklevelet vesz át a Laci Pecsenye vagy újhús első helyezettje, a debreceni Top Fish SHE Sport Horgász Egyesület. Feliratos pólós barátaink érkeznek, így igaz. Tessék mondani? Csillag. Ilyeneket nem mondunk be, hát ha még el kell a mai napon. Hát nem mondjuk be, kinek a férje, nem? Hát még hátra lesz szerencséje. Oklevelet vesz át a tálalás kategória harmadik helyezettje, a Hajdú Nánási Közösség. Tálaljatok, drága magyarok, hol vagytok? Hajdú Nánás már nem reménykedett újabb díjakba, dehogy nem, gyere csak Marianna! Jó helyre került a fakanál, úgy látok. A fiúk már nem ismernek idejönni. Pedig 190 centisek. Éljen Hajdunánás! És éljen a tálalás első helyezettje, a Fidesz csapat a Derecskéről. De ha nem lesznek itt, akkor végük van. Nem mernek? Na várjatok csak. Messze laknak a fiúkat, hogy nem. Vagy elindult valami sorozat a tévében. Na, ugye? Megijedtetek? Két oklevél is vár rátok. Szeretettel vegyétek át. Szívesen adjuk. Tálalás második helyezett, Ér Mihály Falva! Éljen! Hát tudunk mi valamit itt Ér Mihály Falván. Tálalunk hurkát, kolbászt, Laci Pecsenyét, mindent, ami van. Na végre a számomra legszebb nevű csapat következik. Mint tudják, harmadik helyezést ért el Toros Káposztában. Kicsoda? Monos Toros! Monos Toros, harmadik helyezés. Azt mondták, csak az első díjért jön neki, a harmadik nem kell neki. Dehogy nem, hol vagytok? Monos Toros, hamarosan érkeznek, a hangunk eljut majd a sátorig. Második helyezést ért el ugyanebben a kategóriában Kalotaszeg csapata. Ilyen! Ilyen és virágozzon, Kalotaszeg, minden jó magyarja. Első helyezés Toros Káposztában nem más, mint a Derecskei gondoskodók veszik át. Gondoskodunk róla, hogy az első helyezés van az oklevélre felirat. Hol vannak a drága gondoskodók? Ma már láttuk őket? Nem reménykedtek több oklevélben? Csak optimistán magyarok, jönnek már. Csak a kalotaszegi szélesvállú magyarokat arrébb kellett rakni, mert nem lehet tőlük egyszerűen közlekedni.
Jön a finom levesz, de nem gyümölcs és nem nyak, hanem gondolom órja. A harmadik helyezést Esztár csapata veszi át a Derecskei disznótoros találkozó csülök csatájának órja leves versenyében. És második helyezést kap Érmihály falva csapata, már itt is gyanússá kezd válni a csapat részvétele a fesztiválon. A rendezőknek javaslom a jövő évi nevezési lapot áttekinteni. Oklevelek átadására kerül sor. Az első helyezést kapja leves, orjaleves kategóriában a Gastro Antal és csapata néven versenybe száll közösség. Orjaleves és társasága. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, a művésznőnek nagy szeretettel megköszönjük, hogy elfogadta 118 puszinkat. Reméljük, hogy elviszi jó hírünket magával Békés Csavára, Pécsre, Budapestre, ahova éppen indul. A vérnyomásom. Tisztelt vendégeim! Hát a jókedv bizonyára mindannyiunkra ráragad, és ennek a találkozónak ez a legfontosabb eredménye. Engedjék meg, hogy egy gyönyörű fődíjat is megosszak önökkel, amelyet a Hungaros Spa, azaz a hajdúszoboszlói fürdő vezetése ajánlott föl, név szerint Szilágyi Zsuzsanna. Jól mondtam, bocsánat, nem készültem föl. És szeretném, hogyha összes többit már ő mondaná el, és megkérem polgármester urat, hogy ő adja át. Nekem annyit mondtak, hogy már a mai napon egy nagyon-nagyon sok díjat nyert csapat veheti át ezt a fődíjat, mégpedig az Érmihály falva csapata nyerte a fődíjat, úgyhogy nagyon gratulálunk nekik a mai napi teljesítményéket. Ezzel jár ugye a fődőbelépő, amit felajánlottunk nekik 10 fő részére, de ha egy kicsit kibővült a csapat, akkor azt is, őket is szívesen várjuk, úgyhogy gratulálok a helyezéshez. Nagyon szépen köszönjük a Hungaros Spa képviselőnek, Szilágyi Zsuzsannának egyrészt a felajánlást, hogy figyelemmel volt a Derecskei találkozóra, Érmihály falva csapatának gratulálunk, ne felejtsék jövőre visszahozni a kupát. Reméljük, hogy ennyi bunda után szívesen eljöztök jövőre is. Ide. Ide beszél, egy kupát kell visszahozni, vagy kettő? Egyet elég, ha visszahozol, jó? Persze. Fürdőgatyád van? Jó, az a név. Na akkor vigyázz, hogy kit viszel magadra, mert öten mehetnek a fiatalemberrel, ne felejtsék el. Azt majd ő rendezi. Hölgyeim és uraim, tisztelt rendezőség, én megkérdezem, hogy van-e a város vezetés részéről, rendezők részéről, aki szeretné bezárni a mai találkozót. Szerintem van, ne én legyek az, mint messziről jött ember, polgármester. Nagyon köszönöm mindenkinek a mai napot, akik részt vettek, mind főző csapatként, mint vendégként, és köszönjük mindenkinek azt a szervezést is, kollégáimnak, illetve civil szervezeteknek, akik részt vettek. Köszönünk mindent, és bízunk benne, hogy jól szórakoztak a mai nap folyamán. És remélem, hogy jövőre találkozunk ismételten. Köszönöm szépen! Haza, 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 haza mert a piros hajnak hasad már. Mert a piros hajnal csuhaj aranyos, nappal csókoltak meg, és épp most. Viszontlátásra a jövőre, mindenkit visszavárunk, Dereskére!